év utolsó napszemléje kezdődik. Köszöntöm a nézőket. Lássuk, mivel zárjuk a 2016-os évet a napszemlében. Infrastruktúrális és közösségi fejlesztésekre is büszke a polgármester, de akad ki nem vitelezett terv is. Elfogadta a parkolási szabályzatot és a jövő évi adókat a tanácstestület az év utolsó ülésén. Koncert és tűzijáték várja az itthon szilveszterező városlakókat a művelődési ház előtt. Sok minden történt ebben az évben Gyergyószentmiklóson. Helyhatósági és parlamenti választások voltak, járdák, utcák újultak meg, több projekt ért végéhez, másikok elkezdődtek. Nem minden történt úgy, ahogyan azt eltervezték, ennek ellenére nem zár rossz évet a város. Nagy Zoltán polgármester értékelte a 2016-os esztendőt. Több, igencsak időszerű fejlesztés valósult meg idén Gyergyószentmiklóson. De nem csak ezeket értékeli sikerként a polgármester, hanem a közösségi élet terén tapasztalható pozitív változásokat is. Mindenképp hasznos különválasztani, amikor egy közösségről beszélünk, egy településről beszélünk, a közösségi élményeket és az infrastruktúrális materiális fejlesztéseket. Hát ha csak az infrastruktúrát nézzük, akkor úgy gondolom, hogy a korábbi évekhez viszonyítva az idén nem kell panaszkodnunk, hiszen csak járdából több mint 8,5 kilométer járdát sikerült felújítanunk, építenünk, illetve utakat is, három kisebb útszakasz sikerült, három utcát feljavítanunk teljesen az idejében, de beszélhetünk akár oktatási infrastruktúra fejlesztése, amikor a Pitypang napközi otthont sikerült befejeznünk a befektetés, a beruházási projektnek a végéhez érnünk. A közösségi tér kialakításában mindenképp meg kell említsük azt, hogy a Szent István teret végérvényesen sikerült most már teljesen befejeznünk és átadnunk a használója a lakók számára, de javítottunk még sok minden másban, oktatási intézményeknek is utaltunk át pénzeket fejlesztésekre. Ilyen, ami például kiemelésre méltó az, hogy egy háromas, hát pontosabban egy négyes partnerséget kötöttünk Gyergyószentmiklós város, Hargita megye tanácsa, a Helyi Vállalkozók Szövetsége, az Arbor, illetve a Gépgyártóipari Iskola Központnak régi néven nevezett és most Fogarasi Mihály Szakközépiskolának nevezett oktatási intézményünknek kell, amelynek a célja az, hogy kiemelt szerepet kapjon a városban a szakoktatás. Ennek érdekében úgy a megyei tanács, mint a helyi önkormányzat anyagi ráfordításokat fog évről évre többet juttatni, abból a célból, hogy minél magasabb szintet tudjuk emelni a szakoktatást a városban. Tehát összességében vannak infrastruktúrális fejlesztéseink, és itt még egy dologról, ami úgy gondolom, hogy nagyon fontos a kulturális örökség szempontjából, például a Benedek kuriának a teljes mértékű felújításának értünk a végére, és elértük azt, hogy a Hargita megyében egyedülálló épülettel rendelkezünk mi, és most már olyan szintre tudtuk hozni, hogy a feljavítás minőségével is egyedülállóak tudunk lenni. Az infrastruktúrális fejlesztés mellett azonban nem szabad megfeledkezünk a közösség fejlesztéséről is, hiszen sokat beszélünk arról, hogy egy közösség élén álló vezetőnek nem kimondottan az a feladata, nem csak az a feladata, hogy utakat és járdákat építsen, hanem az is feladata, hogy az utakra és a járdákra embereket vigyen ki, lélekkel és élettel tudja megtölteni az infrastruktúrális fejlesztéseket. Ezen a téren is úgy gondolom, hogy Gyergyószentmiklós elmozdult a holtpontról, hiszen ha csak azt veszük figyelembe, hogy együtt egymásért, szentmiklósiakért elnevezésű karitatív mozgalmunk három év alatt most már évről évre annyira kinövi magát, hogy idén már 32 partnerszervezet vállalta velünk együtt a szervezését, a mindenki által már ismert advent időszakában megszervezett karitatív programunknak, és melynek az idén bőjtatja volt a védnöke. De emellett a közösségi találkozóhelyek is egyre inkább teret kapnak és élettel telnek meg, ha csak az adventi gyertyagyújtást vesszük. Most már pár év alatt, épp az idén most konstatáljuk azt, hogy azt a kis teret, amelyet erre szántunk, azt is kezdtük kinőni. De ami ennél is fontosabb, úgy gondolom, hogy nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy választásokon vagyunk túl. Az idén két választás volt, a helyhatóság és az országos parlamenti választás. És mindkét esetben végre megsikerült mutatnunk az egységet a városon belül. Úgy a helyhatósági választásokon, amikor túlnyomó részt egy irányba szerették volna terelni a város sorsát a város lakói, de ez az őszi parlamenti választásokon is megmutatkozott, amikor felkérésünkre megérezve a súlyát annak, hogy mennyire egységet kell mi felmutassunk, a négy évi eredményekhez képest 1500 szavazattal több lett leadva a közös jelöltünkre. Tehát mindenképp azt érzékelem, hogy közösség szintjén is,
ha még nem is teljesen, de egyre inkább érzi a lakosság is, a Gyergyószent Miklós közössége, hogy egyedüli út nekünk az, hogy előre menekülünk a feladatokból, és ez nem azt jelenti, hogy elbújunk előlük, hanem összefogjuk az erőnket, egységet felmutatva próbálunk előre menni, és igenis kimondani azt, hogy bele akarunk mi szólni úgy a helyi, mint regionális, mint a megyei politikába, és nem csak a politika, hanem a döntéshozásokba. Ez pedig elengedhetetlen az, hogy egységet tudjunk és minél nagyobb számú egységet felmutatni a városba. A tömbház rehabilitációs programmal való részvétel is megelégedésre ad okot. A polgármester azt mondta, bár még nem tudhatjuk, hány pályázat nyert, megelégedése ad okot, hogy a tömbház lakók megmozdultak, megalakították a lakószövetségeket, és megértették, hogy a tömbházakat nekik kell felújítaniuk. Olyan célkitűzéseink is voltak, amelyek befejezését az idénre terveztük, de nem sikerült ezt megvalósítanunk. Ez szinte minden esetben kívülálló, tehát rajtunk kívülálló körülményeknek köszönhető. Ilyen például a városban történő víz- és csatornahálózat felújítását megcélzó projektünk, amelynek a kivitelezőjét és a finanszírozóját is már jól ismerjük, és ennek a projektnek a végleges befejezési határidejét a kivitelező nem tudta tartani, ez november 30-a lett volna, ekkor szerettük volna átvenni a rendszert működőképesen. Azt kell tudni erről, hogy a munkálatok most már 98%-ban el vannak végezve, de a téli időszak alatt már nem lehet üzembe helyezni, hiszen a gyergyői viszonyokat ismerve vízzel nem lehet játszani, hogy így is mondjuk, mert hogy nagyon nagy az elfagyás veszélye, de tavasztól most már elkezdjük az üzembehelyezést, és egy pár hónapon belül reméljük egy olyan vízhálózat és vízházal, illetve szennyvíztisztítóval fogunk működésbe kerülni, amely nagy mértékben minőségi változást fog hozni a gyergyiak számára. Úgy szintén még vannak hasonló beruházások, ilyen például a gyilkos tévíz és csatornahálózat, amely úgy néz ki, hogy most fog kimozdulni a holdpontról, hiszen nemrég volt egy minisztériumi tárgyalásunk, amikor úgy tűnik megtaláltuk a módját, hogy ott is fel tudjuk újítani azt az elindult kezdeményezést, amely egy ideig le volt állítva, és ha minden jól megy, akkor a jövőben ezt újra tudjuk venni, és akkor el tudjuk kezdeni ezt a fejlesztést a gyilkostónál is, amelyre már rég várunk. És hát még sok ilyen kisebb, apróbb dolog van, amit leszeretnénk zárni, amit mindenképp meg szeretnénk oldani, az, hogy a feszültségmentesítsük a város közhangulatát. Ez pedig a fűtésszolgáltatóval kialakult viszony, önkormányzati szolgáltató közötti viszonyt szerettem volna, hogy még az idén minél hamarabb lezárjuk, megoldást találjunk arra a kialakult helyzetre, amely elsősorban a lakók érdekét kellene szolgálja, de azzal, hogy fenntartjuk ezt a mesterséges feszültséget, inkább ártunk, mi használunk vele. Sajnos a törvénybeli konjunktúra azt nem engedte meg, hogy az idén lezárjuk, de úgy néz ki, hogy ez tavaszig végérvényesen legalábbis középtávon gondolkodva meg fog oldódni, és akkor mindenki megnyugodhat és hátradőlhet, hogy akkor rendben van megint, és az a közszolgáltatás, amely lakókért volt megépülve és kiépítve, az továbbra is őket fogja szolgálni gond nélkül. Ugyancsak infrastruktúra terén volt egy, és van egy finanszírozási szerződés, amelyet a Fejlesztési Minisztériummal írtunk alá az idén tavasszal. Egy újabb oktatási intézménynek, a Csodavilág Napközi Otthonnak a teljes mértékű rehabilitálását tartalmazza, és sajnos itt a munkálat úgy volt betervezve, hogy az év végére megtörténik, viszont a kivitelezés alatt olyan rejtett munkálatok jöttek elő, amelyek újabb expertek bevonását és újra a terv aktualizálását teszi szükséges, éppen ezért a munkálatok kivitelezése már csak a jövő évben tud befejeződni, megtörténni, viszont fontos az, hogy a leszerződött összeget nem kell visszaküldenünk, és a rendelkezésünkre áll az majd a jövőben is. További fejlesztéseket még a közintézmények fűtéshálózatra való csatlakozásának kapcsán is terveztünk, itt pedig az különböző országos engedélyek kiváltása miatt nem tudtak megvalósulni, de a lényeg az, hogy azok a pénzek, amelyekre szerződést kötöttünk a minisztériumokkal, azok a rendelkezésünkre állnak, és az előny az, hogy tavasszal már úgy tudjuk kezdeni a kivitelezéseket, hogy egy aláírt finanszírozási szerződéssel rendelkezünk. Mindent összevetve nem volt rossz év az idei, a be nem fejezett vagy elmaradt fejlesztéseket 2017-ben igyekeznek véghez vinni. Munkaszüneti nap lesz december 26-án, valamint január 2-án a polgármesteri hivatalban, szünetelni fog az ügyfélszolgálat. December 30-án pedig délelőtt 9 és 12 óra között fogadják az ügyfeleket. Megtartotta az utolsó soros tanácsülést a város képviselőtestülete tegnap. A napirenden szerepelt az új parkolási szabályzat, a jövő évi helyi adók és illetékek jóváhagyása, valamint a kori suli program és a szociális szolgáltatások támogatása is.
Korábban már volt a tanácsosok asztalán a parkolási szabályzat módosítása, de mivel több apró részletet is pontosítani kellett, eddig a döntést elhalasztották. Most ismét tárgyaltak róla, ezúttal el is fogadták az új szabályzatot. Életbe lépésével egy időben megszűnik a kerékbilincselés Gyergyószentmiklóson, helyette 50 lejt kell fizessen, aki szabálytalanul parkol, vagy nem vásárol parkolójegyet. Ha 48 órán belül nem rendezi a büntetést, akkor az emelt díjat 125 lejt már az önkormányzat pénztárába kell befizetnie. A jogi és magánszemélyek egyaránt élhetnek azzal a lehetőséggel, hogy egy bérletre több autórendszámát jegyeztetik be, két autóért így egyetlen bérletet kell váltani, ha egy harmadik gépkocsival is rendelkeznek, arra plusz 50%-os bérletdíjat szabnak meg. Az így kiváltott bérlet több járművel használható, azonban nem egy időben, egyszerre csak egy autó használhatja ezt a típusú bérletet. Elfogadták a 2017-es helyi adókat és illetékeket is. Nagy Zoltán előterjesztésében elmondta, vállalkozói és szociális szervezetekkel is egyeztettek az adózás tekintetében, amiből Gyergyószentmiklósnak évi 6,6 millió lejes bevétele van. Úgy döntöttek, adóemelés nem lesz és bevezettek több kedvezményt is. Többek között a kisnyugdíjasok részesülnek kedvezményben a belterületeik esetén. Ha a jövedelmük kevesebb 400 lejnél, a területadó 50%-át, ha ennél több az átlagbér alatt van, akkor 25%-át kell fizessék. A vendéglátóegységek számára is jó hír, hogy ezentúl nem a teljes általuk használt felületre, hanem csak arra a felületre kell fizessenek, ahol tényleges vendéglátás zajlik, és itt is 12% és 60% közötti illetékcsökkentést vezetnek be. A múzeum látogatók is változásra számíthatnak. A belépő ezentúl felnőtteknek 5 lej, 15 fős csoportoknak, illetve nyugdíjasoknak személyenként 4 lej. Azok a gyermekek, akik még nem érték el az iskoláskort, ingyenesen látogathatják a kiállításokat. Az 1-4 osztályosok 3 lejes belépőt fizetnek, kivéve ha osztállyal együtt látogatják a múzeumot, ez esetben díjmentes a belépés. A képviselőtestület 25 ezer lejt hagyott jóvá a munkás Szent József plébánia munkálataihoz, a kori suli program kapcsán pedig elhalasztották a döntést, hogy alaposabban tudják megtárgyalni az elképzelést. Döntöttek arról is, 2017-ben is támogatni fogják a szociális szolgáltatásokat végző Szent Márton Alapítványt, a Napsugár az esőben alapítványt, a Caritas beteggondozói programját, a Korai Fejlesztő és Nevelőközpontot, a Kiút programot. Az ülés végén zárt ajtók mögött tárgyaltak a fűtésszolgáltatást érintő kérdésekben. December 26-án hétfőn 16 órai kezdettel szeretettel várnak mindenkit a Szent Miklós Római Katolikus templomban tartandó karácsonyi jótékonysági koncertre. Fellépnek a Salamon Ernő Gimnázium és a Vaskertes Iskola kórusai, az Ipartestület férfi kara, a Domokos Pál Péter dalkör női kara és a Szent Miklós Kamara együttes. Az adományokat a Fogarasi Havasokban tragikus balesetet szenvedett testvérpár gyermekeinek és a Szeretett Konyhának szánják. Hargita megye tanácsa egy éve hozta létre fejlesztési ügynökségét, amely a szakoktatástól kezdve a gazdaság területén át a gyestörvény módosításáig számos területen katalizátor szerepet töltött be. Működése óta a partnereknek köszönhetően sikereket könyvelt el, amit csütörtökön, december 22-én a megyeháza márványtermében értékeltek a meghívott iskolaigazgatókkal, gazdasági szereplőkkel, intézményvezetőkkel és polgármesterekkel közösen. Kién Beáta, az ügynökség ideiglenesen kinevezett igazgatója szerint, az egyéves tevékenység során arra törekedtek, hogy a megye gazdasági fejlődésében katalizátor szerepet töltsenek be, megteremtve azt a kapcsolatot, amelynek révén a közintézmények és a vállalkozók eredményesen egymást segítve működhetnek együtt. A megyei tanács alintézménye a szakoktatás területén megyeszerte sikereket ért el. Együttműködési egyezményt írtak alá Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen, Gyergyószentmiklóson és Gyergyóditróban. Az egyezmény értelmében a polgármesteri hivatal, a vállalkozói szféra, valamint a tanintézetek hármasában olyan együttműködést indítottak el, amely révén az iskolák a helyi munkaerőpiac igényeinek megfelelő szakembereket képeznek.
Az ügynökség gazdasági konferenciák szervezésében is segített, amelyen többek között fiatal vállalkozók osztották meg tapasztalataikat, meglátásaikat az érdeklődőkkel. Mindemellett vállalkozók és Hargita megyei közintézmények számára létrehoztak egy olyan felületet, amelyen egy helyen megtalálhatók az aktuális közbeszerzések. Borbély Csaba Hargita megye tanácsának elnöke értékelésében elmondta, hogy az ügynökség létrehozásáról áldozott pár százezer lej többszörösen megtérült a megye javára az elmúlt esztendőben, hiszen számos területen előrelépést értek el. Megyünk előre, megerősödve, és hát oda kell figyeljünk a fiatalokra, oda kell figyeljünk a munkahelyek teremtésére, oda kell figyeljünk arra, hogy a gazdaság fejlődéséhez szükséges döntéseket a helyi tanácsok, amit meg lehet hozni helyben, hozzák meg. Szükség van felületekre, szükség van olyan emberek, szakképzett emberekre, akik alkalmazásával lehet vállalkozásokat indítani, vagy vállalkozásokat bővíteni, befektetéseket megvalósítani, ebben kell dolgozni. Folytatni kell a jogszabályok kilúgozása, kicsontolása a gazdasági téren, ami Hargita megye Székelyföld számára érdekes, a téren a javaslatoknak az elkészítését. Oda kell figyeljünk a fiatalok pályaválasztására, a pályaorientációjára, a szakképzésére, akár fiatal vállalkozóknak a témakörére. Oda kell figyeljünk arra, hogy vállalkozóink és a szervezeteik kapjanak lehetőséget eseményeket szervezni, találkozni, bemutatkozni, kiállításokat szervezni, kiállításokon részt venni itthon és külföldön. A testvérmegyénk gazdasági szereplőit tájékoztassuk az itteni lehetőségekről. Oda kell figyeljünk arra, hogy a jó gyakorlatokat vegyük át. Igenis, Hargita megyében is minél több település nyújthat adókedvezményt, nagyobb befektetés, beruházás, több embernek az alkalmazás esetén egy vállalkozónak. Ezt a jó példákat próbáljuk elterjeszteni. Tehát az ügynökségnek van dolga, és én bízom benne, hogy ezeket fogja tudni teljesíteni, de ahogy ma is látható volt, ez csak partnerségben lehet. Barabás Csaba, az ügynökség korábbi vezetője, pozitív csalódásként tekintett vissza az elmúlt évre. Elmondása szerint messze meghaladta az elvárásukat a közös munkában résztvevő partnerek száma. Közintézmények vezetői, vállalkozók elismerő szavait követően Barabás Csaba hangsúlyozta, hogy az elért eredmények nem csak a fejlesztési ügynökség érdemei, hiszen az csupán a mozgató rugója a folyamatos közös munkának. Én úgy gondolom, hogy az egy évvel ezelőtti elképzelésekhez képest sikerült egy sokkal jobb évet zárni, mint amiben reménykedtünk, és ez köszönhető azoknak a partnereknek, akik itt vannak, és akik egész évben mellettünk voltak. Számomra nagyon-nagyon pozitív csalódás volt, hogy ilyen sok partnerre lehetünk, és ennyi intézményvezető, ennyi támogató volt, aki felkarolta azokat a programokat és azokat az elképzeléseket, azokat a célokat, amelyeket évelején kitűztünk, ahhoz, hogy most évvégén tudjunk konkrét, megvalósított eredményekről beszámolni. Borbély Csaba megyeelnök a jövőben is számít Barabás Csaba segítségére. A megyei tanács elnöke a jövő évre több témát is vázolt, amelyben számít az ügynökség munkájára. Egyik fő célkitűzése Hargita megye tanácsának, hogy a 2017-es évben kibővítse a Kisfalu keretprogramját a települések gázhálózata kiépítésének támogatását célzó alprogrammal, kiaknázva ezzel is a gazdasági lehetőségeket. Elmondása szerint ennek mentén ipari park létrehozásában is lehet gondolkodni, amelyhez azonban szükség van helyre és emberekre, valamint arra, hogy a települések merjék ezt vállalni. Ugyanakkor kifejtette, hogy Hargita megyének 14 testvérmegyéje van, gazdasági téren pedig a jövőben jobban ki kell használni ezeket a kapcsolatokat. A két ünnep között is zajlanak az események a Figuránál. 28-án újra bemutatják a Közel sincs máre vadság erdeinkben című előadásukat, illetve 30-án kerül sor egy új bemutatóra. Parti Nagy Lajos Ibusárját láthatja a közönség, amely koprodukció a Tomcsa Sándor Színházzal és az Udvarhely Néptáncműhellyel. Míg a rendszerváltás előtt az is kihívást jelentett a szülőknek, hogy beszerezzék a szaloncukrot a karácsonyfára, manapság az a nagy kérdés, hogy melyik szín domináljon az ünnep díszét jelentő fán. Ma már sokan díszítik karácsonyfájukat a divat alapján, különös figyelemmel választják ki a csomagolópapírt, az asztali díszeket. Manapság rendkívül széles a kínálat a karácsonyi díszek piacán. A kereskedelemben bármilyen színben, méretben és formában találunk gömböket és egyéb díszeket. Azok, akik követik a divatot, kell tudják, hogy idén milyen színek hódítanak. Az idéni trend hasonló, mint a tavaly, vagy tavaly, vagy bármelyik évben.
az papíros, a klasszikus piros, de nagyon-nagyon kevés arany használattal. A csillogást igazából az égők és a gyertyák adják meg. A narancsárg, ugye a világos rózsaszín a bronzossal, a következő szín, ami nagyon kedvelt. Végül is minden szint lehet használni, ez mindig attól függ, hogy kinek milyen a lakás. Fontos viszont, hogy a lakás és karácsonyfa díszítése összhangban legyen. De a híradónak nyilatkozó dekoratőr szerint egy figyelmesen becsomagolt ajándékkal nagyobb örömöt tudunk szerezni szeretteinknek. Az ajándékok terén egyébként egyre nagyobb teret hódítanak az egyedi tárgyak, amelyeket főként kézműves vásárokon szerezhetünk be. Ezeknek az ajándékoknak az a lényege, hogy nem a tömegcikk kategóriába tartoznak, hanem egyedi tárgyak, eredeti tárgyak, és hát nem utolsó sorban nagyon szépek, és így szeretnék megörvendeztetni a családokat, az ajándékozókat és az ajándékozottakat is egyaránt. Manapság a saját készítésű karácsonyi díszek is hódítanak, annál is inkább, mert az utóbbi divat szerint legyártott termékek közül néhánynak igencsak borsos az ára. Vannak olyan boltok, ahol az ajándékok becsomagolását is vállalják, ez azonban igencsak megterheli az ajándékozó zsebét. Városunk minden templomjában lesznek ünnepi szentmisék, illetve istentiszteletek. A Szent Miklós templomban 24-én 17 órától családos gyermekmise, 22 órától pásztorjáték lesz, amelyet az éjféli mise követ majd. Vasárnap és hétfőn is ugyanabban az időpontban kezdődnek a szentmisék ott, 7:30, 10:30, 12 és 18 órás kezdéssel. A Bucsi negyedi templomban szombaton este 9 órakor kezdődik a karácsonyi misztériumjáték, majd ünnepi szentmise lesz. Karácsony napján 9, 11 és 18 órától lesz szentmise. A Felszegi templomban szombaton 18 órától lesz szentmise. Az Örmény katolikus templomban szombaton 7:30-kor kezdődik a pásztorjáték, 8 órakor pedig a szentmise, vasárnap és hétfőn is 10 órától tartanak ünnepi szentmisét. A Református Istenházában 24-én 18 órától, vasárnap és hétfőn pedig 10:30-től lesznek ünnepi istentiszteletek. Idén is lesz városi szilveszter, koncertek, tombola sorsolás és tűzi játék várja majd az itthon szilveszterözőket. A városvezetés mindenkit vár, hogy közösen búcsúztassák az évet. Városi szilvesztert néhány éve szervez az önkormányzat. Az előző években népszerű volt a buli, ezért idén ismét megszervezik. Este 4:12-re várjuk az érdeklődőket a rendezvényre, és a megszokott helyszínen a művelődési ház előtti parkolóban lesz felállítva a színpad, illetve a művelődési ház parkolója előtti útszakasz is le lesz zárva a testvériség sugárútból. A Dreamland Residence koncertjével kezdődik el a program, és ugyanakkor felszeretném hívni az érdeklődők figyelmét, hogy az azt megelőző fél órában, vagyis este 3:45 órai kezdettel az elmúlt év rendezvényeinek, amelyeket a Gyergyószentmiklősi Művelődési Központ szervezett, egy képes összefoglalóját lehet kis térzene kíséretében megtekinteni, és ahogy említettem, 4:12-kor kezdődik el a koncert. A koncert első része az fél órát tart, és azt követően a város előjárói fognak köszöntőt mondani, és pontban éjfélkor lesz a már megszokott tűzijáték. Tűzijátékot követően kerül sor a tombola sorsolásra, és felszeretném hívni az érdeklődők figyelmét, hogy úgy, ahogy előző években is, a tombola idén is ingyenes lesz, tehát a színpad környékén, a parkoló több pontján fogjuk osztogatni, és bátran fogadják el, és azok, akik nyerni szeretnének, azok figyeljenek majd a sorsolásra. A tombola sorsolást követően még folytatódik körülbelül fél órát, és nyilván a közönség hangulatának függvényében amennyi időt igényelnek, amennyi időt hoz a hangulat a koncert, és tulajdonképpen ezzel kezdjük az új évet. A tombola sorsoláson malac lesz a fődíj idén is, ezen kívül pedig sok értékes nyeremény is gazdára talál, hogy bőséggel, jókedvel induljon az új esztendő. A szervezők minden érdeklődőt várnak a szilveszteri programra, mely a művelődési ház előtti téren lesz megszervezve, akár az előző évben.
megmutatjuk még egyszer röviden a fontosabb híreinket. Infrastruktúrális és közösségi fejlesztésekre is büszke a polgármester, de akadt ki nem vitelezett terv is. Elfogadta a parkolási szabályzatot és a jövő évi adókat a tanácstestület az év utolsó ülésén. Koncert és tűzijáték várja az itthon szilveszterező városlakókat a művelődési ház előtt. Munkatársaim nevében is köszönöm, hogy egész évben kitartottak mellettünk és követték műsorainkat. Azt kívánjuk, legyen meghitt, békés karácsony a minden nézőnknek, teljenek az ünnepek szeretetben, nyugalomban mindenkinek. Legközelebb január 2-án találkozunk, akkor az idei év eseményeire pillantunk vissza, 9-től pedig újra jelentkezünk napszemlével. Viszontlátásra!